Hajnal Tamás vagyok, és nézzétek ti is az NSO TV-t, és szurkoljatok a magyar válogatottnak. Nem várt eredmény született a hétvégén rendezett szabadrugáslövő bajnokságban, a Foci Fesztiválon. A Nemzeti Sport által támogatott versenyen a Pest megyei másodosztályban szereplő Újhartyán játékos, a Kaszás József diadalmaskodott két NB1-es játékos, Beker László és Gyagya Attila előtt. A korábbi Fradi és Vasas labdarúg ugyan már nem gyakorolja a pontrugást, mégis mindenkit meglepett. Elég jól ment a rúgás, és igazából már a selejtezőkön én szereztem a legtöbb pontot. Így kerültünk be a középdöntőbe, ahol a két kecskeméti ki volt emelve. És mivel hogy páratlanul voltunk, engem is kiemeltek melléjük, és a maradék hat játékost hármunkos sorsolták. Így maradt 3-3-as csoport, amit mind a hárman megnyertük a saját csoportunkat, és így kerültünk mind a hárman a döntőbe. Ferencvárosba és a Vasasba nevelkedtem, 16 éves koromig ott játszottam a Vasasnál, úgyhogy a nevelőegyesületemnél nyertem meg azon a pályán, ahol nevelkedtem a bajnokságot. A rendezvény szervezője elégedett volt a látottakkal, nem lepődött meg a győztesen, és már nagy tervekkel készül a jövőre. A labdarúgásnak rengeteg eleme az megtanulható, az nem pusztán csak tehetség kérdése, meg szorgalom kérdése, hanem megtanulható. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen bajnokságot, a Nemzeti Sport frankon mellé állt a dolognak, rengeteg jelentkező volt, tök jól lebonyolódott a dolog, és van egy győztesünk. Láttam őt már rugni a selejtezőkben, és láttam, hogy nagyon jó lába van, meg azt is láttam, hogy az NB1-es játékosok rugó technikájához mérhető az ő rugó technikája. Jövőre is elképzelhető, hogy lesz ez a szabadrugás? Nem, hogy elképzelhető, biztosan lesz. Bár a bajnok még nem tudja, hogy mire költi a győzelemért járó 500 000 forintot, az biztos, hogyha ő áll a labda mögé egy bajnokin, már előre lehet tudni, mi lesz a vége.